Szép jó napot kívánok, kedves nézőink! Én köszönök be most először, egy kis szünetem vagyunk, de én tartom bennetek a lelket, érkezünk a második meccsel, ami ugye azért folyik, hogy ki jut majd be a tavaszi LCS-be, az európai LCS-be. Ugye itt most két csapat játszik, az SK Gaming, aki ugye érkezik az LCS-ből, de mivel nem sikerült a legjobban ez a szezon, ezért most bizony bizonyítania kell. A másik oldalról ugye a Challenger Series-ből ugye harmadik helyen végzett a Gamers 2 csapata. Ők a következő meccsen játszó Mouse Sports-tól kaptak ki, de még megkapták az esélyt, hogy bizonyítsanak. És érkezünk ugye már rögtön itt a választási és tiltási fázisba. Nagyon kíváncsi leszek, hogy van-e valami változás a tiltásoknál. Ugye Alice már előbb is volt, ez érthető, ugyanis Kikis játszott már vele többször is. Elég önbizalommal teli az a játék, amit ezzel a karakterrel tud játszani. Másik oldalról szintén ugye Svenskeren ellen érkezik a Rek'Sai tiltás, és bizony változtatnak az SK játékosai, mert Perks kezében nem szeretnék odaadni azt az Azirt, ami nagyon jól működött az előző meccsen, ugyanis elkövette azt a hibát az SK Gaming, hogy bizony a Baronna sorra sokkal jobban koncentrált. Bocsánat, közben elkapcsolom a képet. Igen. Yeah. Tehát elnézést, így egyedül nehéz. Tehát ugye az Azir tiltás mindenképpen Perks ellen van. Ugye a Baron Nashor odújában történt a csata, és az SK Gaming egy kicsit túl koncentrált arra a Baron Nashorra. Érkezett a Gamers 2 csapata, és mint a bulldozer úgy letarolva őket, ugye le is ászolta, és ezzel megnyerte az első meccset. Így most mind a lélektari előny, és mind a vezetés most ennél a csapatnál van, és befejeződnek a tiltások, egy Fizz, az az előbb is láthattunk, illetve egy Braum és Lee Sin, a Gamers 2 csapata nem nagyon szeretne változtatni, nekik bejöttek ezek a tiltások. És ugye megint csak nincsen Kalista tiltás, de ahogy nézem, az SK Gaming mégsem fogja elhozni talán ezt a karaktert. Azért Jesse elég jó volt, szépen tudott ugrálni, ugye szépen ki tudta szedni az ellent, és ismét ugye Lulut fogják elhozni, megint csak lehet, hogy egy olyan kombinációt szeretne összeállítani az SK Gaming, hogy Candy Pandát megvédjék, erre tökéletesen jó a Lulu a vadon szavával, vagy a pajzsaival, ő azért elég jól tudja akár a lövészt, akár a közép, akár saját magát, vagy bárkit, aki bajban van, ugye megvédeni. Mindenképpen a Gamers 2 az, akinek erre válaszolnia kell, maradhatnak ugyanabban a felállásban, kivétel természetesen Azir, úgyhogy nekik a középső ösvényen valami másik karaktert kell hozni. De például nekem Hybridnak a Thresh-e nagyon-nagyon tetszett. Vele igazából olyan túl sokat nem játszott, akár most a playoffra nézünk, vagy a tavaszi Challenger Series meccseire. Ő inkább ugye Braummal játszott sokat, illetve például Nautiluszt, de én úgy gondolom, hogy a halálos ítéletek jók voltak, a doboz jó volt, és azért egy Thresh Kalista kombó, ugye a túlvilági hívással szépen láthattuk, hogy három embert is fel tudott dobni a levegőbe, utána érkezik egy doboz, és már is jöhet ugye Jesse, és dobálgathatja a dárdáit. Megint csak az SK Gamingnél van ugye a lehetőség, hogy változtasson valamit. Nem volt olyan rossz ez a felállás, de nem sikerült Candy Pandát kellően megvédeni. Persze nagyon jó volt, és szép gyilkosságokat tudott lehozni azzal a kis ugráló Tristanával, de valahogy nem jött össze az első játék, ugye a nagy Baron hibán követően. De akkor most már be is mutatnám kedves akciókommentátor társamat. Szia, Pirc! Sziasztok! Visszasarom a szót, de ja, jó. Megvoltak a tiltások, ugye a Gamers 2-nak, ez a bizonyos kombó, amiről az előbb beszéltek, mondjuk, hogy jöttünk befelé és hallottam, hogy miről beszélsz. Ez egy olyan kombó volt, amivel mindig lehet büntetni bárhol, bármit a ponton, hogyha éppenség küzdelem közelében vannak. A túlvilági hívással, hogy Thresh-t hova dobott be, az ez a Thresh dönti el. Ez tény is való, viszont elkezdi ugye Jess ezt a választási lehetőséget, és bármilyen kellemetlen szituáció vannak, lehet fordulni. Na most Perks Zedjét én még nem láttam, valószínűleg nem is igazából lesz, mert ha nem muszáj, a Gamers 2 minek változtasson stratégiát, ha ez működött. Azért választást én még mindig behagytam volna, hiszen azért ki van tiltva,
Ezért is olyan karakterre kell valamilyen szinten átvarjálni a felállást, ami szintén sebzés hordoz magában és jó a csapatküzdelembe. Talán Orianna! Pontosan ki akartam térni, ugye Perx az, aki például a rájátszásban, a Challenger Series rájátszásában hozott egy Oriannát és 19-es KD-t volt képes egy meccsen elhozni ezzel a karakterrel, tehát nagyon biztos a keze Oriannával, úgyhogy lehet, hogy jött az Azir tiltás, de ott van még Orianna, vagy esetleg Ari, akivel még szeret játszani, és Kikis ismét Kha'Zix-el fog jönni, végül is nem volt olyan rossz az a választás. A másik oldalon pedig ugye, ahogy látjuk, az a Lulu bizony egy felső ösvényes Lulu lesz. A Nasusnak azért tudnék örülni, mert nagyon sok mindent el lehetne ezzel kapcsolatban mondani, ugye nagyon sok most miért csináltak ezt? Legyen már egy Nasus, annyira király lett volna, hogy a Nasusnak van egy passzív képessége, ami nincs leírva a könyvbe, de valaki Nasus hoz, akkor eltűnik a játékból. Csak azt látja, hogy stack, ku, és konkrétan a játék 60. perc, hogy lejön, valami történik, és ugye egy tornát, egy kuva meg is ölne, de nem lesz valószínűleg Nasus, Maokai, Shen, Trandul, ez mind jobban fittel úgymond a Gamers Tool-nak a kompozíciójába, akár a Malphite is, mi is jelenthet a Malphite. Gyönyörű szép kezdelés, hogy lehetőség van most a Gamers Tool-nál. Bedobás Thresh-nek, Malphite és a képesség, vonzás hullám, Jazz meg Kikis pedig porciózni fog, takarítani. Ez így van. Erre a tökéletesen jó karakter, ugye Kalista, hogy ő a feldobott embereket, vagy az elkábított embereket ugye kiszedje pillanatok alatt, főleg amikor már az kellő tárgyai is megvannak, olyan gyorsan fogja dobálni azokat a dárdákat, majd utána egy jó tépéssel bármit, tehát egy embert ki tud szedni, akár ugye a tárgyakra, a sárkányra, vagy a baronna jól tud érkezni. Ugye az SK Gamingről pedig ugye annyi változás történt, hogy egy Viktort fognak hozni a középső ösvényre, míg az előbb látható Lulu így felkerül majd Freddy kezébe, ugyanúgy Svenskeren majd Gragaszt hozza, marad Tristan a Candy Panda kezében, illetve ugye Alistar, mint támogató játékos. Tehát ők olyan túl sokat nem változtattak. Nagyon. Egy kis tankosságot vettek vissza Shen részéről, viszont így ugye meg nincsen két teleportjuk. De ez a bombó-kombó, buci, én már most izgulok. Olyan bombó-kombó lesz itt a Malphite vonzásolám trash-behajítással, hogy öröm lesz nézni. És amit még hozzá akartam tenni, amíg nem közlik a játék beérkezés, nem lesz túlságosan információ hiány, azért mert ilyen ügyességre beszélek, de látod azt, hogy Kikisnek van sája, viszont Ocelotnak már nincsen. Uh-huh. Tehát Ocelot elveszítette a sál szponzorát, és Kikis megkapta. Vagy lehet, hogy két, nem tudom. Itt az egyik, hogy sálban Kikis a király. Az biztos. Ocelot pedig megbukott sálban legalábbis. Na jó, ezért mondtam, hogy mi nem közelik a meccs, addig mehet a baromság, de a második játék érkezik most már. Ne felejtsük el, hogy ez a való bennmaradás, illetve bejutása a cél az SK-nek, fel kell kötni a gatyáját, például egy jó pauzzal kezdeni. Mindenképpen egy kis szünet az kell az elejére, és lehet, hogy tényleg náluk van a probléma, ugyanis most ugye őket mutatják. Az nem azt jelenti, ugye ez előbb, ide jön a kolléga. Jön a kolléga. Mi a baj, uram? Hát nem működik az egerem. Oha. Márjá, felrobbant a gép, forma C, véletlenül indítottam el, se baj. Ugye hamarosan megtudjuk, hogy mi a pontos oka. Ugye nagyon sokszor volt már olyan, hogy hangkártya, driver, vagy csak a hangkártya maga meg elmozdult, ilyesmi. Ne felejtsük el, hogy a Riot Games-ek is azért valamennyien szinten pakolják, teszik-veszik ugye a gépeket. Ergo kicsúszkálhat bőle végül is bármilyen egység, hardware egység. Most már mondja, hogy király, ott a kis izé, like jelecske, valószínűleg hangja ment el Foxnak, ha minden igaz, de most már valószínűleg vissza is fog jönni. Még Riot kézből nincs információ, hogy pontosan mi a hiba és a szünet oka, de az, hogy hátul megint egy szép adminisztratív csaj van, az biztos. Adminisztratív csaj. Van ilyen? Nem tudom, én is ezen gondolkodom. A beosztás viszont van olyan. De a lényeg, annyit éljük vissza egy pici. Nincs olyan. Opa, új feliratkozó GB Zsolt. What? Szevasz, Ajovin! Köszönjük szépen a támogatást mindenképpen, Zsolti. Lényeg annyi, hogy ugye azt gondolkodtam, hogy későbbiekben most visszaadhatjuk akár a képet is egy picit. Tényleg, mondd benne valami. Abban nem vagyok jó. Az előbb is sokáig kint hagytam magamat. És már rég ment a ban fázis. Na mindegy, a tiltási fázis, igen. Tehát hogy azon gondolkodtam, hogy ha most megint Jessinek például a kezében jó lesz az a Kalista, akkor megér-e egy tiltást például az SK Gamingnek, hogy kitiltsa ezt a karaktert? Ugyanis most is ők voltak azok, akik először választhattak, és nem választották ezt a lövészt. Miért is? Ugyanis például Candy Panda nem feltétlenül a legjobb Kalistával,
mert a rájátszásból is 4-0-át hozott. 4 meccsen hozta el Kalisztert, és minden egyet elvesztették. Jogos. Vagy pontosabban a nyári szezonban, tehát ők nem nyertek a rájátszásban, tehát hogy szezonban egyszerűen nullás volt Kalisztával. Tehát hogyha nem tudják elhozni ezt a jó lövészt, mert nem ővék az első választás, vagy nem tud vele, vagy nem szeretne vele Candy Panda játszani, akkor esetleg a harmadik meccsen még egy tiltást kell ugye orvosolnia az SK Gamingnek egy Kalista személyében, mert azért veszélyesben hagyni, én úgy gondolom, Kalistát. Még mindig nincsen üzenetünk arról, hogy miért nincsen, és miért van szünet. A mondandó az, hogy mindenki az abban hozzájárulik, hogy igen, azért Candy Panda nem egy piglet. És nagyon sok lövész, kit érdekel, megy a meccs. A lényeg, hogy vége a szünetnek, nem tudjuk miért volt szünet, de az biztos, hogy itt a lehetőség újra a Gamers2-nak, hogy feltörekvő csapatként bejuthassanak az LCS-be, az SK-nek pedig össze kell kapnia magát. Nagyon én speciál, úgymond nem az, hogy szomorú lennék, de nagyon furcsa lenne SK nélkül az LCS, igazából, hogy kiesne az a csapat, tehát igazából ők sem hinném, hogy azt mondják, hogy na jó, hát akkor ez most nem sikerült, és adjuk fel. Nem, itt még lesz pár baj, nem véletlenül. Lehet, hogy vissza kell venni az objektív cél, legalább a sárkány baronnasor fontosságából az SK-nek már láttuk az előző meccsnek, mi lett a vége. Túlságosan egy baronnasor fókusz, túlságosan azt akarnak elhozni, és küzdelem kimenetére már nem is maradt semmilyen szusz arra, hogy megtervezzék. És lehet, hogy ugye az SK Gaming szeretne egy ösvénycserét kezdeményezni, ugyanis ők voltak, akik inkább erőszakosan behatoltak ugye a felső dzsungelbe és elhelyezték a mélységi őrszemeket. Erre mondjuk válaszul a G2 vagy Gamers2 csapata is elhelyezett ilyen őrszemeket, tehát mindkét csapat látni fogja azt, hogyha valaki ösvénycserét szeretne kezdeményezni, és bizony a Gamers2, Jesse és Hybrid személyében már ide be is parkolnak, de tökéletesen látja az SK, hogy arra fognak jönni, és bizony egy meglepetésben is lehet részük, ugyanis ott vannak hárman is, ha jól emlékszem, és várják őket ebben a bokorban. Lesz ebből valami, mert hogy ők ebből semmit nem látnak. Ajja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 j
de ettől például, ami sokkal inkább érdekes a dolog, hogy villanás sikerült kiszedni hybridből, és az érdekességben most már a legeslegjobb ebben az, hogy visszább kell vennie a Thresh agresszivitásából a hybridnek. Ugye Thresh önmagában egy baromi agresszív karakter. Mert tényleg nagyon agresszív, és igazából ennél agresszív már csak Leona és a Bika van. Igen. Most a Thresh, ha még ezt az erét is elveszik, hogy nem tud kezdeményezni, és elszámolja magát menekülni villanás hiány, így azt merni mondani, hogy Jess most farm hátrányban lesz a következő 4 percben. Ez majdnem biztos. És sokkal agresszívabban kezd az SK Gaming, nem elég, hogy egy 4 emberes meglepetés csomagot akartak ugye hybridnek és Jessnek ugye odaadni, de azzal, hogy ez kvázi sikeres volt, ugye el tudták venni hybridnek a villanását, így például a Gamers 2-nak a dzsungelébe tudtak kezdeni, és jóformán az egész északi dzsungelt elhozza Svenskeren és Freddy párosa. Tehát Kikis most, hogyha nem jön át, na azért ő is tudja ezt tökéletesen, ő is ugye lejön most a SK dzsungelébe, mert így nagyon nagy hátrányban lenne, hogyha most ő fel kellett volna, hogy menjen a saját dzsungelébe, de így egyfajta tükörjátékban ő is el tudja hozni majd például azt a vörös szederhát erősítést, illetve a pengecsőröket már elhozta. Így viszont ugye érkezhet például az alsó ösvényre segíteni majd Smithy G-nek, ugye Malphite-hoz. Azért Lulut talán picit így az elején könnyebb megfogni. Ő neki van még, vagy lesz most egy pajzsa és egy lassítása, de most talán most még van esély, hogy ott alul az alsó ösvényen talán megszerezze a Gamers 2 az első gyilkosságot, miután ezeket a kis gólemeket, pontosabban csak egyet elhoz Kikis, de nem, inkább ő hazamegy, nem akar az agresszív játékra most koncentrálni, és inkább folytatja majd a dzsungeles vándorlását. 4. perc, és ahogy mondtam, Jess farmhátrán van mégpedig 1 milliónnal. Szép volt Pierce, nem baj, ettől függetlenül még hát most már nem is áll rosszul, de lényeg a lényeg, hogy hybridnek nincs villanása. Ugye ezt már kihangsúlyozta 4 perc ezelőtt is, és azért mondom, hogy még egyszer, mert próbálom valamilyen úton módon nyomatékosítani azt, hogy Thresh nem tud menekülni, ergo Svenskerennek van lehetősége rajtaüt és kivitelezni a felső ösvényen, hybrid lehet a célpont. Ettől függetlenül ugye épesége Jess Kalisztának köszönhetően végig is a harmadását tudja foganasítani,
Az első tárgyválasztás pedig meg fog látszani azt, hogy Tristan és Jess miként tud egymással megküzdeni a felső ösvényen, de ugye mi a mélységi őrszemeknek már az ideje lejárt. Az, hogy a felső ösvényen volt ösvénycsere, már senkit nem érdekel, kikész az alsó ösvényre jöhet. Ugye a Freddy lehet bajban, de őrszem pucolás az első pontja ennek az érkezésnek, és majd valamikor jöhet kikész újra az inzert lábú rovarra. Igen, és ugye például a két felső ösvényes játékos, akik most az alsó ösvényen tevékenykednek, ugye kb. Annyi különbség van, hogy míg Freddy ugye egy Dorant gyűrűjével kezdett, addig bizony Malphite hozott egy flaskát, így ő talán tovább tud kimaradni, plusz még tudott venni ugye egy életerő italt is, így talán ő egy picit tovább, hopp, itt viszont nagyon szép noxiák. És Freshnek nincs villanása, szóval nem igazán számolja el magát a Gamers 2. Nagyon szép volt a kezdeményezés, ugyanis ezt nagyon sok életerejétől búcsúzott azzal, hogy Noxiek berongyolt, feldobta porrá, zúzta jóformán ezt a Kalisztát, és utána még érkezett rá a sebzés is, és bizony Hybridnak nem volt most jó a halálos ítélete, de azért ez csak egy kisebb cserére volt jó. Ugye nem tudták hiszenni például még a villanását sem, hát egy Kalista, amikor már villannia kell, az már rég rossz, tehát ő azért inkább elugrál. Egyértelműen, ha lehetőség van, akkor inkább ugrál. 6. perc fog lassan letelni. Kikisz, a klubok után a felső és jöhetne. Viszont Hybridnek a villanás hamarosan vissza, és ha már ennyiszer kimondtam, akkor most már a halálos ítélettel kezdeményezi a lehet Hybridnek, ugye még nincsen törhetetlen akarat a Noxiaknak. Ne felejtsük, hogy Alistar akarat nélkül kevésbé akaratos. Öreg. Igen, és Kikisz elhasználta ugye a lencséjét, ugye ő már változtatott ugye talizmánt, és ő megpróbálta felfedni, hogy van-e ott bizony egy SK őrszem, de nem ott volt, hanem egy picit lejjebb, tehát hogyha most ő mégiscsak egy rajtaütést szeretett volna eszközölni, akkor azt tökéletesen látta volna az alsó ösvény párosa, ugye Candy Pandáék. Tehát így inkább ő is megint hazament, és láthatjuk, hogy ő mindenképpen a brutális felé fog hajtani, és ezért ő az harcos kiegészítőt fogja megvásárolni karakterének. Míg ugye Svenskeren mindenképpen majd a parázsbehemót, ugye a tankosság felé veszi majd az irányt. 7. perc, le fog járni. Még torony nem dőlt, ennek köszönhetően megint azt tudjuk tapasztalni az előző meccs alatt is, hogy átgondolt, lassú, óvatos küzdelem minden oldalról, mind a két csapat részéről. Fox és Perks próbál cserélgetni, de igaz a farm az első, és ez tökéletesen látszódik az aktuális farm arányokban, mint a középső ösvényen, mint a idézőjelben alsó ösvény a két lövész között teljesen egál. Erre nem tudok más mondani, mint hogy két totálisan perfekt csapat került egymással szembe azért játszani, hogy elszíjezetben maradhatnak-e, vagy bekerülhetnek-e. Ennél jobban nem tudom igazából azt fogalmazni, ez a két csapat majdnem hasonló, itt igazából a hívásokban lehet csak különbséget tenni, és az SK, hogyha jobban elgondolt az előző hibát, akkor rájött arra, hogy alapvetően nem szabad túl sok vértontani és túl sok kockázat vállalni egy kis barannasorért. Oké, a barannasor a játék 30 pluszadik percében fontos választás, tény, de nyitott bázissal, rés van a pajzson, tudják, hogy ha állsz, akkor ott vége van, és le is állszanak. Igazából az eszkének ebben kell visszavennie, kevesebbet állozni az objektíveket. Igen, és ugye pont Foxot emeltet ki a középső ösvényen, aki ugye az előző Lulu játékával hát nem... Hopp, itt viszont nagyon szép. És kijön a bombókombó, Kikisz pedig jön, a vadonszal pedig már megy, de a villanás kivenni Kikisz oldalán is, hogy jön Svenskeren, de lassul ez Svenskeren, gyere, mert baj van! Robbanék, hogy hordó, Kikisz pedig meghal! Freddy hozza el, Smitty pedig végébessége bajban lehet, sok életerőt veszített a toronnak köszönhetően, Svenskerennek jó a kicsi a rakása, Smitty, hova lehetne menni még? Svenskeren pedig hagyja végül békén, de úgy, hogy Kikisz sikerült először megölni, és elhoz az első gyilkosságot Freddynek, azért valljuk be, hogy ez nem rossz. Ez nem rossz teljesítmény. Kikisz számolta el magát, de Svensker egy hajszállal, ha később jön, már hallott Freddy ez idő előtt. Ez így van. De jól érkezett ugye Svenskeren az alsó ösvényre érkezik, és a visszajátszásunk ugye nagyon jó a kezdeményezés, ugye talajcsapás és minden, ami kell. Kijön a vadon szava, hogy Freddy megmentse a saját életét, és most érkezik majd egy kicsi a rakás, és még a robbanékony bordó az, ami ugye a torony alá viszi Smithit, és ezzel, hogy Smithy bekapott még 3-4 toronylövést, muszáj volt már menekülni, nem lehet ezt Svenskerennel cserélni. Így 1-1.
módosul a gyilkosságok aránya, és jóformán az a 200 arany különbség, amivel eddig a Gamers 2 csapata vezet, az a felsősvényt farmolásában mutatkozik meg. Ahol bizony épül az első tárgy, nagy valószínűség szerint egy naptűz köpeny lesz, amit először meg fog venni, hogy nem elég, hogy ő vezet a farmba, még jobban tudjon majd farmolni. Fox pedig ugye a kék gólem erősítése, ahogy mondtad is, vissza fogja tölteni, de szépen lassan manáját. Neki most manája per pillanat nincsen, sárkány körül mocorog az eszkély, még éppenséggel nincsen ingyen wifi spot, ugye még él a suhanó sutyerák, és annak megölésével lehet majd biztosítani teljesen a rálátás arra a sárkányra. Kérdés, hogy a Gamers 2 mikor fog kezdeményezni a sárkány felé? Ők jobb pozícióban vannak egyértelműen, de Freddy büntetése sokkal egyszerűbb, mint ez fordított helyzetben. És a sárkány odujához sokkal jobban cél, egyenesbe bele lehet futni, úgymond odúba beérkezni, viszont Foxnak az élete elfogyott, és hibridnek, pontosan a hybridnek, a bóklásásának köszönhetően már Perks segedelme a következő célpontja. De ugyanúgy még a sárkány körül levő őrszem párbajnak zajlódnia kell. Igen, és mégsem ment haza az a Viktor, ugyanis érkezett Svenskeren hozzá segíteni, nem biztos, hogy ez jó választás, ugyanis nagyon kevés élete van. Őt egy pillanat alatt kiszedi jóformán Perks, hogyha arról van szó, és Candy Pandának bizony rakétaugrást kell használnia ahhoz, hogy el tudjon menekülni az ugráló Kalista elől, és a Gamers 2 csapata elkezdi bizony a játék első sárkányát 12. percben. Van őrszem, és érkezik hátulról a hadsereg, 1000 életről a sárkány nem fog beérni Svenskerrel, megjött ugyanis a ragasszal, de túlságosan messze volt a sárkány leszedéséhez, még próbálta a küzdelmet nézni, hogy lehet-e valahol elcsípni valakit. Ugye mindenki maximális életerő volt, teljesen körbeálltak a sárkányt, és úgy mondhatni azt, hogy Candy Pont és éppenséggel a torony felé vezető irányt vette először célpontba, és nem pedig a sárkány felé orientálódást. És ugye Fax még csak most ment haza, tehát ő nagyon sok időt veszített azzal, hogy valamit itt még a középső ösvényen próbált farmolgatni. Időt és tapasztalatot is mindenképpen vesztett. Ugye annyit akartam még talán kitérni, hogy most egy jobb... Hoppá! Most jobb választás, ugyanis a Lulu nem feltétlenül az ő kedvelt karakterei közé tartozik, mert hogyha megnézzük például ugye a nyári évad során milyen karakterekkel nyújtott jó teljesítményt, az ugye inkább Viktor Azir, régebben még az elején Cassiopeia, ameddig ugye körülbelül még a metában volt. Tehát a Lulu az inkább tényleg csak Candy Panda megvédésére szolgáló hős volt, és úgy gondolták, hogy Shennel talán egy jó biztos betonfalat elé állítanak, illetve két teleportot, na majd úgy akkor menni fog. Nem jött össze, mert hibáztak, tehát ez tényleg csak saját magukra vetíthetik ki. Nem jött össze, Lulu megmaradt, ugye Freddy kezébe kerül, viszont így ugye a tankosság egy picit visszább szorul az SK csapatába, még mindig meg tudják védeni Candy Pandát, de most már azért nincs ott az a Shen, hanem helyette egy Lulu, és azért neki bizony el kell használni ezt a vadon szavát ahhoz, hogy igazán tudjon segíteni. Az első meccsben volt ki a stratégia az, hogy a külső tónakat próbáltak elhozni a játékosok, mind a két csapat. És igazából egy Freddy támadás még a kezdőre elérkezett Sweetie-re, de Sweetie el tudott menni, és telepogyat még nem használja arról, hogy visszaérkezett védeni a torne bizonyossággal, de igazából nem is biztos, hogy fontos, még az első ösvény Noxiák és Candy Panda jön Jazz-re, Jazz bajban, jó a kezdeményezés, de már jön a teleport, Sweetie meg fog jönni, és Jazz túlélte! Sweetie még éppenséggel fordult, de Candy Panda már a torony alatt van, inkább kivillant, mint hogy bajban lehessen. Jazznek nincs élete, de négy Gamers 2 játékos megy az alsó ösvény külső tornán bedönteni még. Eközben Freddy a felső ösvényen végzett, és Svenskeren a közelben van. Igen, nagyon okos volt Freddy-től azt, hogy megállította az ő teleportját, mert így el tudta hozni a felső ösvény külső tornyát. Ó, jó viszont... a vonzás, Unán Foxra, Perks pedig bajban lehet, most kaptam a Chaos VR-t is pluszban, Perks még mindig a besebzés, Foxnak nincs manája, jön Svenskeren, robbanékony hordó elő pedig villan végül Perks, de jön kikis is hibrid, Svenskeren pedig belegyalogol egy hármas fésekbe, megjön Noxiák, megjön Sweetie, robban minden, 1-0-ás erre, Svenskeren halott, Noxiák halott, 2-0-ás erre, meghal még Perks, 2-1, ez Candy Panda már menekül, kikis pedig megy, és villan, 2 ősgyilkosság, kikisztél az ex-gyilkosok, lábjátékosnál, jó halálos hitélet, Foxnak nincs manája, de egy hybrid azt mondta, hogy inkább nem, jó ez a 4-2, ne vállaljuk túl magunkat, és jogos.
3-at tudott ugye a Gamers 2 csapata elhozni nagyon szép játékban. Az, ahogy Perks menekült, igazából azt kéne kiemellem, de gyönyörű szépen villant el ugye a robbanékony hordó elől. Ugye, hogyha az ott betalál, sokkal nagyobb problémába érezhette volna magát a Gamers 2 középső ösvény játékosa. De így, hogy megérkezett a csapattársaihoz, nagyon jó volt a visszafordulás, tehát menekülésből támadásba csapott át a játék, és tényleg 3 embert is el tudtak hozni, míg ugye Jesse éppen, hogy csak nagyon kevés élettel, de túl tudta élni. Ő nem élte túl, nem csak ők hamarabb. Mindegy. Semmi baj, Noxiek és Candy Panda a felső ösvény külső tornátot viszont meg fogják védeni. Jesse-nek villanása van, visszajátszás! Megnézzük, hogy mi történt ugye. Alapvetően nagyon szép a vonzás hullám, ugye ezzel Foxot dél érefelőre csökkenti, kijön a halálos sugár és még a káosz vihar is, ebben jóformán végig benne a Perks. És az a villanás az, ami megmentette abszolút az ő életét. És megjönnek a barátok, Svenskeden itt belesétált a buliba, érkezik még Noxiek is, akinek nagyon jó a 3 emberes feldobása, de ott már akár törhetetlen az akarat, akár nem lehet mit csinálni, és bizony Perkset befejezte még Candy Panda, de hát hova lehet menekülni jóformán egy Classics elől, aki ugyanúgy tud ugrani. Utána ugrott, utána villant, és befejezte Kikis Tristanát, Candy Pandát, és ugye még láthattuk azt, hogy Fox a gravitációs mezővel tudott megmenekülni, ugye 2 embert is el tudott kábítani, és itt bizony Kikis és Jesse. Noxiáknak törhetetlen akarata nincsen már, ne felejtsük el, Svenskeren pedig jöhet. Noxiának jó a kombója, viszont Svenskeren így halott, Jesse-nek pedig még van villanása, Kikis pedig néző, hogy lehet menni, vagy nem. Vozzás hullámos, Perks pedig megjött, Fox lehet baj, van jó a vozzás hullám, Svenskeren még beragad, ő is meghal. 2 gyilkosság Perksen, 3-0-ás csere, jó napot, az Eszké, baj van! Nagyon nagy baj van, nem is értettem, hogy Noxiek mit csinál, miért ment még pluszba vissza. Alapvetően persze, hogy már menekültek, és én értem a feláldozást, de hát azzal, hogy feláldozta magát, ezzel még 2 embert nagyon rossz helyzetbe sorolt, pontosabban nem is olyan nagyon rosszban, hanem konkrétan a halálba. És itt bizony Freddy lehet egyébként bajban, de ez csak cica harc és Candy Panda. És Candy Panda is halott, így ez már egy 4-0-ás csere, akárhogy is számolom, még az én matakom is jó erre. Dől a középső ösvény külső tornán, Noxiek ezt csak végig tudja nézni, úgymond nézőként. Nem is tudom játszani, ezt hozzászólni, mert támogató játékosként mit tud csinálni egy Perkszel? Ez a torony is dől. 3-1-es torony döntés aránya vezet a Gamers 2. 5200 arany a 17. percben, visszajátszás! Visszajátszás, ezt szerintem mi pont nem láttuk, ugye Svenskeren az, aki nagyon szépen dobja vissza a hybridot, viszont ő még tud menekülni, de nem tudott menekülni. Olyan visszajátszás, amit nem láttunk, Uci. Igen. És ezután érkezik föntre. Értem. Most jön az a része, amit mi is láttunk, hogy a Candy Panda kezdeményez Jesse-re. Noxiek még szépen tudott magát gyógyítani és visszalökni, és itt ugye jó a feldobás Jesse-re, de hát már későn, ugyanis Svenskeren nem jó időbe érkezik, Fox is menekül, ugye még kijön a gravitációs mező, és az a 2 emberes vonzás hullám megpecsételte a sorsát jóformán Svenskerennek is, és Foxnak is. A legnagyobb baj az, Buci, pont most láthatok azt, hogy igazából Noxiek, te azt mondod, hogy beárazta magát, mindenki azt gondolta, hogy ő inkább beárazni ment. De Svenskeren mozgásán volt látható az, hogy ott jött egy olyan hívás, hogy öljük meg Jesse-t. Igen. És pontosan ezért ezt már greedy volt, overextend, stb. Minden angol kifejezés, ami nem helyes az LCS hunál. Tehát úgy teljes mértében elszámolták magukat. Túl sokat hittek, mit lehetett volna ebben a helyzetben csinálni, és ha Noxiek csak bemegy meghalni, akkor eljön Svenskeren, eljön Fox, mindenki eljön, csak egy halál van. Így volt 4. Igen. Ez sem rossz, csak nem ide. Pontosan, tehát először én is azt hittem, hogy feláldozni mindenki. Ment, de nem, mert jött ugye Svenskeren és még hozzájött Fox is, tehát 2 ember is jött, csak egyszerűen nem követték az ő hívását, az ő beindulását, és ezzel viszont nagyon-nagyon rosszul jártak, ugyenis még Perks nagyon szépen ki tudott menni, és azért az a vonzás Svenskeren sugulás. Az életért fut közben, jó a robbanékony hordó, Perks pedig el lett küldve, de a túlvilági hívás megint jó, Svenskeren megint meg fog halni, és Kikis megállíthatatlan Kazix 5-1-3. Miközben még Noxiek az életéért próbál popozkodni, megint ilyen halálos ítélet, törhetetlen akarat, megint jó kölyön ki Noxiektól. De valljuk be, hogy ez édeskevés, mert Candy Panda mindenközben mit csinál? Még torony, mert kell az SK-nek a torony, mert le van maradva, a Gamers 2 pedig jön, halálos ítélet mellé, és még egy torony dől, és Candy Panda most jön csak haza.
de a küzdelemben nem vett részt, így megint csak emberhátrában kell valahogy szenvednie a deszkének. Ez így van, sőt ugye a középső ösvényen már a kettes torony is bedőlt, így már csak az inhibitort védő torony áll ugye a Gamers 2 csapatának az a szeme elé. Ez hülyeség volt, na mindegy. Tehát Smithy közben ugye kicsit még farmolgatva, Candy Panda érkezik a középső ösvényre, és bizony elérkezünk lassan a 20. perchez, amikor is majd lassan érkezik a baron. Ugye majd lassan jön a játék harmadik sárkánya, ez a gamersnek lehet már a gyorsaság bónusz, az SK-nek pedig még csak a sebzés bónusz, ugye mind fizikaira, mind varázsra, erre bizony el kellene nekik ez a kis támogatás, ez a kis erősítés, ugyanis 5000 aranyos különbség, 3-9-es gyilkosság és 2 torony előnyel, nagyon nehéz lesz kijönni már jóformán a saját bázisból, mert bizony már csak 2 torony áll és be fognak szorulni az SK Gaming játékosai. Egyértelműen. És ahogy mondtad, az emlegetett 20. perc megvan. Baronos a rail, ugye 5000 arany még mindig a Gamers 2 előnye, de Candy Panda a torony elhozásával valamennyire próbálta megtartani csak a különbséget a két csapat között, nem pedig elszalad és nem pedig visszáll dolgozni, de a Baronos sorra a Gamers 2 most majdnem hogy egy fél tárgy előnyel mindenkivel tudnak kezdeni ezzel a Baronos sorra, és azt viszont mindenképpen látjuk, hogy abba a bokorba még egy vakon se bújik el, mert 3 őrszemet tett be a Gamers 2, abból 2 mindent látod. Most ha 2 minden látó van, akkor az üti egy más, és akkor már semmit se látó lesz, de ettől függetlenül inkább legyen akkor mindegy látó, kő. Az is egyel, itt viszont Candy Panda. Smithy igazából egy olyan karakter, már a fagyos szívvel, hogy Candy Panda simogatja, nézd meg, aj, de jó kis szikla, meg se sebzem, de jó! Candy Pandának ugrása van, még próbálkozhat a vörösszeder, hát kiegészítéssel, lassítani tudja, úton van már Freddy, de próbálják közre zárni, mert fájtó, de Candy Panda gyógyít, baj van, jó a villás, jó a végső képesség, és jön Freddy, a vadonszava is még ott a pluszban, ha kell a segítség, Smithy így elszámolta magát, és villani már nem tud. Így az SK elhoz nagy nehezen egyik, óóó! Svenskere, Baron Nashor, lopás! Fordulhat az SK, és a beragad Noxiak hátul, törletetlen akarattal még 4 Gamers 2 játékos üti az asztalagy bikát, de valahogy csak megvan 2-1-es zsere, de a Baron Nashor Svenskeren elhozta. Azért valljuk be, hogy nem volt jó az SK a szezon alatt, de Svenskeren sújtásai helyén voltak. És megint, ez utolsó remény volt ez csak. Jön is a visszajátszás, ugye amit nem láttunk az alsó küzdelmek miatt, elkezdi 4 emberrel ugye a Gamers a Baron Nashort, és megérkezik egy kicsi a rakással Noxiak, hogy feldobja Kikiszt, ezzel neki esélytelen, hogy ő sújtson, sőt korán sújt, és jön Svenskeren és befejezi, de őket is ugye a Gamers 2 játékosai meg tudták ölni, így ugyan 2-1-re módosították a gyilkosságot, viszont elhozták a balont, ami azért jó, mert ugye a Gamers csapata nem tud tovább nyomulni az ösvényeken, nem nagyon tud tovább tornyokat elhozni, és ezzel én úgy gondolom, hogy még egy 5-6-7 percet most adott az SK a saját csapatának, pontosabban Svenskeren azzal, hogy elhozta ezt a balont. Ugye kikiszte a kifókuszolása teljesen egyenlő volt azzal, hogy sújtás elmarad, de a kitépés a Kalisztának túlságosan hamar ment el, ugye egy ilyen küzdelemben, amikor minden a fejedbe zódul, akkor valahogy az ember próbál befejezni azt, hogy elkezdett jó a vonzás volán, Freddy pedig villan, jön a teleport, Smithy állt a BOOM! Két ember közé, meghajt, oho, eltűnt közben Hybrid, fordult az SK, nem, Jazz körbe ugrál mindenkit, hát ha valaki táncórát vele Jazztől, keresse fel! 2-1-es csere! Fox pedig mi bajban, Smithy, aki teljes mindig van rácuppan, jön hátul Kikiszt! Neki sendi semmi, ugyanúgy van egy Jazznek, nincs életereje, villanása éppenséggel van, de ezt már követni nem szabad. 2-1-et csere a Gamers 2 úgy, hogy Baron Nashor elősítés volt az SK játékosait. Mégis jobban tudtak pozícionálni, nem volt teljesen jó ugye a fókusz, mert ott is, hogy Jazz is és Perks is elég sok életerőtől búcsúzott, de el tudtak menekülni, ki tudtak jönni a küzdelemből. Így ugye, amint láthatjuk is majd a visszajátszást, ugye Hybrid az, aki kezdeményez nagyon szépen egy halálos ítélet, amit talál, ugye el kell Freddynek használni a vadon szavát, és bizony ott jön majd a vonzás hullám, ami visszahúzza, még el is kell villannia, de bizony jön Smithy és 2 emberes megállíthatatlan erő az, ami feldobja őket, még az utolsó nyugzás nagyon jó Hybridtől, ezzel ő megmentette az életét,
hogy a csapattársainak, és utána a robbanékony hordó szétszedi a gamer csapatát, de nem tudnak már mit csinálni, vissza kell vonulnia mind a két csapatnak, ugyanis nagyon kevés életerőm volt az a kettő, illetve három ember, aki még él. Viszont a baromnasor kiegészítéssel még az Escape próbálkozik, hozzá egy tolgyat, kérlek szépen, kedves buci! Valamennyire sikerült az 5000 arany különbségből redukálni 4000-re. 4000-re, jó lesz, annyinak igazán kevesebb, 4000, szóval valamennyire az SK visszább jött a játékban, de a bombó kombó ettől külön nem fog megmenteni. Ha az a bombó kombó egyszer kijön Candy Pandára, és a vadonszavát nem tudja ellőni Freddy, és lövész nélkül marad az SK, az előző meccsnek a végén, akkor bajban lesz az SK megint csak. Viszont Gamers Tool, addig, amíg nincsen sárkány, nincsen barannasor, nincsen rákényszerítve arra, hogy próbálkozza valahogy tornyot dönteni, mert ők jól állnak. Van torony előnyük is igazából. A pályakontroll abszolút egálnak mondható, van ez kének is őrzel bent a Gamers Tool jungle-ébe egy. De van, de van. Én igazából egy dolgot hiányolok alapvetően a Gamers Tool csapatából, az bizonyosan a légió égisze, tehát hogy valamiféle varázs ellenállást fölpakoljanak magukra, ugyanis látod, hogy Kikiszt például mindenképpen ilyen sebzésre koncentrál azzal a Kha'Zix-szal, fekete hasító bár utolsó ítélet, úgyhogy utolsó lehellet, úgyhogy minden megvan már. Egy kis varázs ellenállást én mindenképpen... Elfogy Taka Minion, a Candy Panda pedig próbál védekezni, de ez kevés. Noxiának törhetetlen akarata van, de Svenskeren nagyon későn érkezik meg a pálya alsó részére. Ez tanúsítja azt, hogy Gamers Tool irányít. Az SK pedig válaszolni próbál, nem fordott hívásokra. Tanatos nagy mondása igazából ez. Ettől függetlenül ugye ne felejtsük el, hogy amíg a Gamers Tool az, aki azt mondja, hogy ide megyünk, oda megyünk, és az SK követ, azon van a hangsúly, ott van a kérdés, hogy ez ki mikor tud lecsapni egy ilyen kezdeményezésre, mert van lehetőség büntetni nekik is, hogy Jesznek nincs ugrása, csak a Pierce lövésével, illetve ugye valamilyen úton módon alaptámadásával tud arrébb mozorogni, vagy villanni. Tehát úgymond valamennyire egyszerűbb Jeszt elkapni. És pont ugye most kéne még majd támadniuk, ugyanis mind Freddy, mind Fox ugye varázssebzéssel rendelkezik méghozzá, nem is kevéssel, ugye már a Rabadon halálsüvege és a koroppáccája már mikor elkészült Fredin, ugye Luden vízhangja, az üresség botja, ugye ott van már Viktoron, ugye neki még a Hex agya is teljesen már fel van fejlesztve, tehát bőven van ott sebzés, és ki lehetne egy-egy embert szedni, például itt mondjuk akár Kikiszt, nem biztos, hogy Smithy a legjobb célpont, ő ki is sétál szépen ebből a gravitációs mezőből, zónázásra mindenképpen jó volt Viktornak ezen képessége, így nem tudott fordulni a Gamers csapata, akinél pedig Smithy az, aki kezd egy pici varázs ellenállást most már építeni, ugye neki ott van a fagyos szív is, a naptűz köpeny is, így ő már ugye eléggé tankossá kezd válni. Kalisztánál pedig már Ruan hurikánja, a KN kard, mindjárt érkezik majd a vérszomjas, ahogy látjuk, és még a letaszított király kardja is már ott van, így ő nyugodt szívvel ugrálgathat és sebezgethet, amíg rajta nincs fókusz, őt mindenképpen ki kéne szedni időben. 28. perc. Egy perc van lesz Baral Nashor, Svenskerennek megint lesz tehetősége majd sojtani. Ami sokkal inkább érdekesebb, hogy ahogy telnek a percek, ugye még épessége Rich a pajzson sehol sincsen, nincs inhibitor döntve, inhibitor védőtorony sincs még döntve. Mondhatni azt, hogy azért még nehéz befejezni valakinek ezt a meccset, hogy őszinte legyek, még egy teljes ásznál is, de inhibitor dönteni lehet. Így a 35. percig, ha a meccs el lesz húzva, és a baromnasor nem lesz küzdelem, ahogy kötve hiszek, akkor igazából ott lesz sokkal nagyobb lesz a tét egy csapat küzdelemnek, mert ugye 35. perc lesz majd az, amikor elkezdenek nőni a elhalázási időben, utána az újjászülődési időben, szóval igen. Értem, tehát az újjászülődési idő az mindenképpen kezd növekedni, és minél hosszabb ideig tart majd egy halál után visszajönni a játékban. Pont ezért, hogyha a 40. perc környékén valaki tud nyerni egy 4-es csapatharcot, tehát 4 ember meghal az ellenféltől, akkor onnan könnyen lehet begyalogolni a másik csapat, tegyük fel mondjuk az SK vagy a Gamers bázisába. És elkészül bizony egy Liandry gyötrelme. Az viszont szép. Igen, az fog fájni, de a varázs átűzése most már van, persznek rendesen, így konkrétan bárki bármilyen cipőt vesz. Szellem van, tök mindegy, mit csinál, fájni fog a persz sebzése, és a Rabadon hanásüvege. Az, ami igazából tanúsítja azt, hogy ez az Orianna nagyon sok sebzése lesz. Jön a teleport, Smithy próbálkozik érkezni, jó, a hordó így le fog lassulni, de van rajta egy vas elixir. Tehát azért Smithyt megölni most baromi nehéz, még lefogja a Viktor kávítása. Lehetően függetlenül kiragadt a körből Freddy és Noxiak. Freddy pedig nagy bajban van, Freddynek menekülni kell az életéért. A
bizonyos nyúzás, nem jó Hybrid tölteni, Noxia még próbál fordulni, és elment Hybrid követni, jó Robrik, hogy Hordó, persze pedig bajban, hozzás Ulan már igazából kiment, de nem a legjobb, Candy Panda belagad hátul, és éppenséggel meg is hal, hogy Svenskeren szintén, 2-1-es csere, 3-1-es csere, Fox is halott, mit fog csinálni az SK, Noxia már semmi, de Freddy mit csinál itt? Semmi. Vadosza volt, nem volt. Candy Panda nem tudta magát, hogy megvédeni. A véd meg a lövész stratégiában a Freddy vadonszava az nem elfelejthető dolog, ami kell. Egyszerűen muszáj Pandára. És megint talán egy halványjal, egy lehelletnyivel később érkezett ugye a válasz az SK-nél arra, hogy Noxiák beindult, meg volt a forrázúzás, és utána tényleg egy másodperc sem volt, egy nagyon picivel később indult el ugye a csata. Itt érkezik nagyon szépen, ugye rögtön kimegy, kikis az egyetlen, hogy feldob, de ugyanígy ott van például Malphite is, aki le tudja foglalni például Foxot, ami nagyon jó, mert így ő ugye nem tud mit csinálni. Most bizony Svenskeren és Candy Panda pedig bent volt a buliban, ő ott mozogni nem volt, nem tudtak. És Freddy pedig valahol ilyen surranó pályán így elmenekült. Hogy azt mondta, hogy gyerekek, az úgy nem lesz jó. És közben ugye látható volt az, hogy Candy Bondának a villanása nem volt a legszebb. Valamennyi le is fejelte a falat is, de ebből függetlenül sokkal inkább rosszabb az, hogy utána a gyerek között kikisz és kettős ugrással. Kérdezően konkrétan van az a legnagyobb erény, ha valaki LCS meccsen tud annyira biztosan játszani, tudja annyira az érkező sebzését, hogy mikor fog újra tölteni az ugrása, és tud igazából a kettős ugrást csinálni. Tehát ez egy szép. Mondtad azt, hogy majdnem olyan szép ez a jelenet, mint egy inszek DC visszarúgása, vagy a Shurimuri, ugye a császári falangszal való visszalökés a játékosnak. Kb. Ugyanaz a szépség, hogy a kettős ugrása benne van, és ezt megcsinálta Kikis. 16-6-nál, most már 8000 aranyal a Gamers Tool vezet. Jó, tehát, és az még hagyjám. Dehogy, ugye elhozza a sárkányt is, hogy a Gamers csapata, ez már a negyedik sárkány nekik, nem hinném, hogy szeretnék ők az ötödikig a lángolásig kihúzni a meccset, ők hamarabb beszeretnék fejezni ezt, ugyanis 6-16 az állás, mindenképpen nekik ott az előny, tornyokban is két toronnyal vezetnek, elhozták a balon nasort is, tehát most mindenképpen nekik kedvez ez a meccs, már úgy jóformán a 15. perc óta. Akkor még volt körülbelül az SK-nek egy-két jó megmozdulása, de azóta folyamatosan sokkal jobban tudnak pozícionálni. Így is van, Baran-Nashor erősítés a Gamers Tool, ne felejtsük el, ezzel a felbuffolt minionokat csak be kell terelni az inhibitor védőtorony alá, és lehet az inhibitor védőtornyot sebezni. Azaz, hogy is mondják azt? Várjál, mindjárt mondom, mikor mindjárt lesz a küzdelem, hogy mondják azt? Nem siege-elni, hanem ostromolni, az Isten verje meg! Juhu! Freddy közben kap egy adag sebzés még perkstől, de nem hal bele. Vadonszava még nem jött ki. Nagyon fontos most az SK-nek ez a küzdelem, mert ha itt ezt elbukják, akkor meccsnek már van egy visszaszállnaljuk, egy homokórájuk, hogy mikor lesz végig a meccsnek. Baron-Nashorral a Gamers Tool, még mindig a felsősön is jönnek a minionok, és Sweetie most bemehet, végső képessége neki van, ne felejtsük el, Noxiernek tőle akarata van, mellihalás hitre, dől a torony! Jazz és Kikis és Jazz fejezi a torrat hátul még, az inhibitorra nincs védelem az SK-től. Mikor fog válaszolni az SK? Hát nem ma! És ugye alapvetően jól tudnak zónázni az SK játékosai, mert mind Lulunak a lassításai, mind Viktornak akár a gravitációs mező, akár a halálos sugár megpróbálhatja, és ezt láttuk is, hogy egy percig körülbelül kint tudták tartani őket az inhibitor védő torony előtt. De bizony a nyomás az érkezett, és innentől kezdve nem tudták ezt megvédeni, így ugye egy embert az SK-nek majd az alsó ösvényre kell hagynia, ott kell, hogy védekezzen majd a érkező szuper minionok ellen, ezzel ember hátrányba kerülhet akár egy nagyobb csapatküzdelemben az SK. Ahogy mondtam, a folyamatos ember áldozás, ugye ezelőtt is volt már olyan szituáció, ahol ember hátrányba került az SK-nek valahogy védekeznie, Candy Panda torony döntésének, toronyodése miatt. Ugye ezek után pedig előbb-utóbb mindig fel fog újra és újra torlódni egy rakat minion az alsó ösvényen. Ez a sok-sok műtyűr, ha jön, oké, hogy van már tárgya rendesen Candy Pandának és Foxnak is, de akkor sem a 30. perc nem a legalkalmasabb idő arra, hogy Super Minion kelljen öldökölni, miközben a Baron-Nashor majd jön, Sárkány majd jön, mindenikének fent is, lent is,
hogy külső inhibitor döntése a legjobb dolog a meccs ezen szakaszában, mert a ha a felső ősén próbálja majd most megtolni a Gamers-től, már pedig oda halad, akkor a legmesszebbi pontról kell átérkezni a legmesszebbi pontra, hogy ő is tudjon védekezni a felső ősvény torony döntéseinél és inhibitor védekezésénél az eszkének. Szóval baromi jó húzás csinál a Gamers 2. Mondhatni, hogy ez igazán megvan írva a nagykönyvben, de semmi sincs megírani a filmben. A League of Legends ezért szép. Egy pályán játszunk 6 millió éve. Ez mindig minden máshogy történik. Pontosan, és öten is érkeznek ide a Gamers 2 csapatából. Mindenképpen megfogadták a tanácsodat, hogy elkezdjék ezt a felső ösvény tornyát. Amit Freddy-re pedig jó alá, a sítélet és Noxiák pedig jön védekezni! Perks berepül, hozzásulám most megy még csak ki! Megjön Svenskere és Perks még mindig él! 2-0-át cserél a Gamers 2, Svenskere szintén belakad, Jessen van fókusz! Jessen nincs fókusz! Jess, végig Jessen mindenkit! Nézd meg! Candy Panda is fogszakad be hátra a torony alatt, itt vége van! Ez is meghalt, kikiszi végigugrál az egész SK csapatán! Majdnem fél percig nincs senki az SK-t, Smitty vár teleportál 100 HP-val se. Ez aztán a disrespect. Dől a Lexus torony, dőlhet majd a második. Jazz konkrétan végigugrálta az életét. 4-0-13 és kikisz. Hát ámen le a kalappal. 2-0 a Gamers 2-nak. Ez gyönyörű szép játék volt. Mindenképpen ki kell emelni, hogy megint nem feltétlen volt jó a fókusz, ugyanis Perkson volt a fókusz, ő volt a kezdeti. Ugye megérkezett Noxiák, 3-4 emberes felütés, porrázúzás, mindenki a levegőbe, és Perkson ütötte be a torony alá, akinek ugye például van egy pajzsa a kis labdájának köszönhetően, és még így is ki tudott bőven menekülni a torony alól, és amíg ők ezzel voltak elfoglalva, hogy Oriannát ugye kiszedjék a játékból, addig ott volt a háttérben Kikis, addig ott volt a háttérben ugye Jesse, akik így ugráltak, és az egyik harmadat, a másik megdobáltak. El tudod, hogy olyan helyre ugrani, hogy még a vonzás hulláma is kijött. Tehát ez az ominózus pillanat, amikor azt kell mondani az emberek, hogy oké, lehet meg Orianna, de nyomja ki a vonzás hullámot. Utolsó pillanatban. Mert abban annyi sebzés van, hogy leszakad az ég, mert ténylegesség az eső, de amúgy is még jobban leszakad. És ennek köszönhetően egyszerűen nem tud az SK hozzászólni a meccshez. Ez a Kha'Zix választás pedig mutatni baromi jó volt. Tehát olyan sebzés hordozó volt ő pluszban a Gamers 2-nál, lásd, Kikis, Kha'Zix, hogy kit fókuszoljon az SK? Hát ez az. Kit kéne, Jazz, ha elkezdett fókuszolni, akkor elugrál. Hát megy, ki az Isten fog utána futkarászni? Perks volt a legolyan, úgymond ámmobilis karakter, akit valahogy el lehetne csípni, de ő sem volt, meg Svenskeren jött, hát meg... és... Meg amíg Perkset kiszedik, hát ezt látjuk az utolsó küzdelem, hogy amíg őt lesebzik, kiszedik, még a torony is segített, mert ugye befejjél a falnak, piff, Alistar benn a torony alatt. De hát ameddig kiszedik, addig ott van két olyan karakter, akivel nem tudnak mit csinálni. Nem tudnak mit csinálni. És ez a legjobb válasz, nem csak ezzel a két játékossal, az egész csapata nem tud mit csinálni az SK. Oké, hogy Svenskeren néha csillog-villog, van egy-két jó sújtása, de egyszerűen nem tud semmit sem csinálni az SK a Gamers 2-val. Előbb-utóbb elveszik a vezetést, és veterán csapatot megszégyenítve konkrétan a vezetéstől egyszerűen nem mondanak le, és végig túrják az egész pályát, mint a munkások, a rakpartot. Egyszerűen nem hagynak levegővételt, az SK nem hagyják őket hozzászólni a játékhoz. Végig de dozer. És Svenskerennek is az a balonlopása tényleg arra volt jó, hogy életbe tartsa valamennyire ugye az SK csapatát. De hát ez a remény egyre kisebb és egyre csökken. Ugyanis most a Gamers 2-nak már csak egy meccset kell megnyernie, és bizony benn vannak a 2016-os tavaszi évadban az EU LCS sorozatában. Ez, úgy néz ki, hogy eszkétől búcsúzunk eddig még, de 0-2. De láttunk már 0-0. Cloud9 Gravity, ott kezdődött minden, addig a pont, hogy a Cloud9 be is ment még rossz a világbajnokságra is. Tehát kérlek szépen, még a 0-2 az semmi. Semmi. Tehát az még semmi. Esély ez van. Bármikor lehet 3-2, így ahogy mondod. Ettől függetlenül visszadjuk a szót az angol kommentátoroknak. Lesz egy kisebb fajta szünet, senki nem menjen sehova. Mert én azt hiszem, hogy ha az SK nélkül kell megélnünk a következő LCS 2016-ban, azt nyomon kell követni, arra nem szabad lemaradni, mert SK olyan veterán csapat, hogy anélkül teljesen másmilyen lesz az LCS. Oké, hogy nem voltak a legjobbak most ebben a szezonban, de SK az SK, valamit mindig rejtenek magukban. Na most kell megmutatni, hogy mit rejtenek. Igen, most. Itt van. 0-2-nél.